Külön tisztelettel köszöntöm először is Halász Jánost, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkárát, államtitkár úr, a mai napon Halász Jánost. Mindenféleképpen úgy gondolt, hogyha itt diák parlament van, itt régi ifjúság és civil szervezetekért felelős ember, életekben dolgozom. Gondolt, hogy itt lesz veletek egy kicsit. És tisztelettel köszöntöm Mihalovics Pétert, kormány megbízottulat, a magyar kormány ifjúsági munkájáért felelős kormány megbízottat. Hiszen azt is ígértem nektek, hogy minden hónapban, amikor itt találkozunk első szerdán, akkor szeretném, hogyha új információkat is kapnánk, és minden alkalommal valamivel gazdagítanánk részben Kiskunfélegyháza városi ifjúság életét, részben pedig az iskolátok életében is gazdagabbak. Tisztelettel köszöntöm tehát a diák önkormányzatos képviselőket, elkísérő diákokat, tanárokat, nevelőket, és akkor mielőtt átadnám a Péternek a szót, és gondolom a mai nap elsősorban a magyar kormány és a mai magyarországi ifjúság politikájáról, ifjúsági munkájáról, céljáról lenne szó, és majd mi ketten az államtitkárral tovább lépünk, akkor a ülésiroda vezetője van, Szász Anikó, egyesület elnök itt van a beletek, és a körülbelül 4 óráig szeretném, hogyha Péter is mondaná, amit leginkább is tudunk, illetve szeretném, akit ti is meghallanátok, és kérdéseket most lehetne feltenni, ehhez képest, hogy felvérdezte magát mindenféle kérdésre. Hál' Istennek jó élménye is van a Kiskunfélegyházával, tehát nem először jár Kiskunfélegyházat, úgyhogy sok mindent tudunk majd mesélni. Mielőtt áttérnék erre a napirendi pontra, említettem meg, hogy az elmúlt hónap óta történtekről néhány gondolat beszámoljak, hiszen ahogy megbeszéltük, a 6 középiskola elnökeivel találkoztunk 2 heten, és ugye megbeszéltük, hogy minden hónap első szerdáján találkozik a diákparlamenti csapat, és a elnökség pedig megpróbál közte is döntéseket hozni, illetve lehetőség szerint megbeszéljük, hogy hova tovább és merre tovább. 2 olyan dolog van, amiről beszéltünk, és szeretném, hogyha a jelenlévők erről döntést is hoznának. Az egyik az a diák önkormányzat, vagyis a városi diák parlament elnökének a személye, amelyre a elnökség a diák Viktória személyre tett javaslatot. Viki a mezgések dök elnöke, úgyhogy ő lenne az, aki az első diák parlamenti elnök személyét betölteni. Azt még nem beszéltük meg folyamattal, hogy meddig, hiszen ahogy pontosan tudjuk, a diák önkormányzatos képviselőket minden esztendőben újra választják az osztályokban. Tehát ti is mindig kooptált tagok lesznek minden tanév elején, és nyilván a diák önkormányzat elnöket is megválasztják minden esztendőben, és az elnökök lesznek azok, akik az elnökséget biztosítják, és majd ezek után forgásba havonta, 2 havonta megbeszéljük, hogyan váltják az elnökséget, ő is az elnöki teendőkben egymást. Tisztelt kérdezem, hogy van-e más javaslat a diák parlament elnöki személyére, amennyiben nincs? Gyors torna keretében arra kérlek benneteket, hogy aki egyetért Deák Viktória diák parlamenti elnök megválasztása, azt kérem jelezze készfeltartással. Szóval föl kell emelni kezdeni, hogy egyetért fel. Köszönöm szépen. Van-e olyan, aki tartózkodott ebben a kérdésben, és olyan, aki tiltakozott a Viki személy ellen? Nincs, úgyhogy tisztelettel köszöntöm akkor a Kiskunfélegyház első diák parlamenti elnököt, Deák Viktóriát, egy nagy tapsal is. Mégis fontos volt döntéseket hozni, hiszen a jövő héten a diák parlament elnöke, Szász Anikó, a civil ifjúsági szervezet Kiskunfélegyháza ifjúsági elnöke, valamint 2 polgármester személyében Erdélyi körutat tartunk, ahol a korondi, segesvári és sepsiszentgyörgyi tordai fiatalokkal fogunk találkozni, és kimondottan elsősorban az ottani magyar fiatalok ifjúsági életéről lesz eszmecsere és találkozás, és szeretném volna a diák parlament ilyen szinten már képviseltem volna magát, tehát az elnök asszony lesz ez a bócsó a jövő héten.